A 60-es évek második felétől szinte nem készült olyan magyar film vagy tévéjáték, amiben nem kapott volna szerepet. Azt mondja, gyerekkora óta vonzotta a Rivalda, azóta, hogy az iskolában rábízták a nemzeti dal elmondását. Így döntötte el, hogy színész lesz. 12 éves koromtól számítom ezt a pályát. Amikor rövidnadrágba a mezőkeresztesi tanácsháza előtt szavaltatta velem az iskola igazgató a nemzeti dalt. Fáztam, borzasztó, reszketett talán, de nem mutattam. És jövő március 15-én megint elszavaltam, és alig vártam, hogy fázzak, hogy ott legyek. És eltelt 8 vagy 10 év, amikor utána színművészetire kerültem, és 25 éven keresztül én szavaltam Budapesten 3000 embernek mindig március 15-én a nemzeti dalt. Most fölhívott a nemzeti igazgatója, hogy Gabikám, tudom, hogy már hány év, elszavalod-e nekünk? Most is el fogom szavalni. Szóval ezt én feladatnak tartom. Ez az én ars poetikám. Hát oda jött a Koltai Gabi, aki a Trianon című filmet rendezte. Azt mondta, itt van József Attilának 50 éve nem adott ki verse, a nem soha. Ezt úgy sem meri más elmondani, csak te. Így is volt, én mondtam, hogy utána mennyi levelet kaptam, mennyi telefont kaptam, rengeteg. Ez egy jó érzés, ha az embert egy célnak jelölik ki. A Léleképítő című előadássorozatban 83 év bölcsességeit akarta megosztani a közönséggel, miközben sűrűn zajló életének érdekes pillanatairól mesélt. Csavargyár előtt ugyanolyan gyászruhás emberek állnak ünneplő ruhában. Hát, mondom, biztos engem várnak. Oda mentem, mondom, bekerestem a kis kultúros lányt, mondom, édesem, mondjad, hogy azonnal kezdjük el, mert mennem kell. Azt mondja, drága művész úr, én úgy tudom, hogy ön nem nálunk van. Mondom, akkor szervusz, nem várjon. Ha elmondaná most, azonnal bezavarom az embereket, és bezavarta az embereket, és elmondtam. Egyszer a szovjet követet állítottam le, ugye már elkezdte, és késtem egy kéz szólásra emelkedett, és akkor én mondom, Majakovszki, egyből leül, egyből lefegyvereztem. A közönség megszámlálhatatlan film sikerei közül leginkább a Dunai Hajósra vagy a televízióban futott Bors című sorozat Osziára emlékezik. Minden szerepében, ahogy egész életében a vagányság vezette, mert mondja, enélkül nem is lehet élni. Nagy bitangság kell hozzá, de ugyanazzal mondani, hogy ugyanazzal beszélgetés Lenin elvtárssal volt, ez a címe. November 7-én. És így szavaltuk a főiskolán, hogy Lenin meg én. És ezzel él, ez is egy vagányság volt. Vagánycsávós lehet. Ezeket szerettem a legjobban, ezeket a nagy romantikus hősöket, szerepeket, de az igaziból, ami nagyon megmarad, és amit nagyon szerettem, Fábri Zoltánnak a Magyarok és a Fábián Bálint találkozása Isten. Bejártam vele a világot, de azért szerettem, mert Fábri hazaküldött apám ruháiért, vagy anyám azt mondta, hogy fiam, ha nincs pénz a filmgyárnak, majd mi veszünk egyet. Mondom, édesanyám, ez kell, ez a foltos, tiszta ruha minden. És
Szóval ezekbe a szerepekbe nem kellett semmit színjátszanom, csak az őseimre rágondolni, mert Kulák családból való vagyok. És eszembe jutottak azok a szörnyű idők. És nagyapámat megkérdeztem, miért haragszik ennyire, amikor én mindent megkaptam, ugye? Főiskolára így vettek föl, nem tudom minden. És azt mondta, hogy még most gyerek vagy, nem érted, de ha majd később nagyobb leszel, ha a magántulajdont, az, amiért egy életen keresztül dolgoztál, azt ellopják, akkor majd megérted. És megértettem. Véleménye szerint nagyon hiányoznak a legendák az életünkből, olyanok, mint Széchenyi vagy Dobó István, de számára a legnagyobb Dózsa György volt. Azt mondja, nagyon sok mindent eljátszhatott, rengeteg személyiség bőrébe bújhatott, de Dózsa kimaradt a sorból, és ezt a mai napig fájdalja.